Jó reggelt kívánok, 8 óra van, ez a híradó vasárnap az M1-en, Radetzky Viktor vagyok. Világszerte már több mint 23 millió embernél igazolták a koronavírus fertőzést, a halálos áldozatok száma pedig átlépte a 800 ezret. Továbbra is az Egyesült Államokban a legsúlyosabb a helyzet, ahol már több mint 5 millió 600 ezren kapták el a kort, de gyorsan terjed a járvány Európában is. Közben Dél-Korea egész területén betiltják a tömegrendezvényeket, bezárják az éjszakai szórakozóhelyeket, a templomokat és nézők nélkül tartják meg a sporteseményeket is. A napi fertőzöttek száma ugyanis május óta nem tapasztalt rekordot döntött. Egy nap alatt több mint 330 esetet regisztráltak. Közben egymást érik a hatalmas fesztiválok Wuhanban, abban a kínai nagyvárosban, ami alig fél éve még a koronavírus járvány egyik legnagyobb gózpontja volt. A 19 milliós metropolis hónapokig volt vesztek zár alatt, de már jó ideje egyetlen beteget sem találnak. Az önkormányzat most a gazdaság talpraállításán dolgozik. Ezeken a felvételeken fiatalok százai önfeledten buliznak egy medence partin a kínai Wuhanban, amely fél éve még a koronavírus egyik legnagyobb gócpontja volt. A képek az elmúlt napokban felrobbantották az internetet, a videót átvették a világ legnagyobb hírügynökségei. Visszatért az élet a normális kerékvágásba Wuhanban, tehát szabadon vásárolhatunk, mehetünk moziba és színházba. Majdnem minden olyan, mint régen. Kivéve azt, hogy a zsúfolt helyeken rendszeresen ellenőrzik az egészségügyi QR-kódunkat, és megmérik a testhőmérsékletünket, magyarázta a Wuhani Mezőgazdasági Egyetem docense. A Wuhani Sörfesztiválra sem mehettek be a látogatók ellenőrzés nélkül. Az egy hétig tartó fesztivál az első nagyszabású rendezvény a karantén áprilisi feloldása óta. A nagyváros önkormányzata több tucatnyi fesztivált szervez, hogy talpra állítsa a gazdaságot. A Sörfesztiválra már az első nap több tízezeren látogattak el. Nem voltunk felkészülve ekkora tömegre. Fél óra alatt elfogyott a sör és az étel a pultoknál, mondta az igazgató helyettes. A koronavírus miatt a szervezők naponta fertőtlenítik a rendezvény helyszínét, és egészségügyi dolgozók figyelik a tömeget. A fertőzés kockázata azonban nagyon alacsony. Wuhanban ugyanis már hónapok óta nem jelentettek új beteget. A városban sétálgatva úgy tűnik, az emberek már túl vannak a nehezén, mondta egy helybéli férfi. A fesztiválra ingyenes a belépés, az emberek élvezték a város újraéledését. Azt üzenjük a világnak és Kínának, hogy Wuhan rendben van, és mindannyian jól vagyunk, mondta egy sörkereskedő. Az esemény lehetőséget kínál a mezőgazdasági termékek élő internetes értékesítésére is, ami egyre népszerűbb Kínában. A termelők naponta akár 1000 dollárt, azaz közel 300 ezer forintot is kereshetnek így. Nagyon jól ment az üzlet, mondta egy szőlőárus. A szervezők azt remélik, hogy a jövőben még sok sikeres fesztivált rendezhetnek Wuhanban. Migráns invázióra és egészségügyi vészhelyzetre hivatkozva Szicília kormányzója a szigeten lévő migránstáborok kiürítését, valamint a bevándorlók elszállítását jelentette be tegnap este. A kormányzó azzal indokolta a döntést, hogy idézem, Szicília nem szenvedhet tovább. Azt is mondta, hogy a migrációs kérdésben Európa úgy tesz, mintha semmi sem történne. A baloldali olasz kormányerőket bírálva pedig kijelentette, a bevándorlás jelenségét alábecsülik, és nem értik, hogy ez mennyire növeli a feszültséget. 9 illegális migráns bújt meg egy tehervonat vagonjában Kelebiánál. A rendőrség honlapjának beszámolója szerint a külföldi férfiakat a vagonok átvizsgálásakor találták meg ma reggel. A migránsok azt mondták, hogy afgánok, azonban egyikük sem tudta papírokkal igazolni magát. De nem ez volt az egyetlen migráns fogás az éjszakai és reggeli órákban. A magyar határőrök és rendőrök mostanáig 6 másik helyszínen is illegális bevándorlókat tartóztattak fel. Jellemző módon egyik migráns sem tudta igazolni magát, így nem tudni, mi a valódi nevük, és azt sem, hogy honnan jöttek. Egy érdi 11 éve elkövetett gyilkosság feltételezett elkövetőjét fogták el Svédországban. A tettesek éjszaka törtek be egy idős férfi házába, akit megkötöztek és magára hagytak. A házat felforgatták, de csak egy mobiltelefont vittek magukkal. Az idős férfi végül a kórházban belehalt a sérüléseibe. A néhány éve újraindult nyomozásban nemzetközi körözést adtak ki az egyik gyanúsított ellen, akit most Svédországban fogtak el.
A kiadatás után a 32 éves férfit a rendőrség őrizetbe vette, majd indítványozták a letartóztatását, a gyanúsított tagadta bűnösségét, és nem tett vallomást. Népszerű a négy vagy több gyermekes anyák személyi jövedelemadó mentessége. A kedvezményt januárban vezették be, azóta pedig már több mint 44 ezeren éltek a lehetőséggel. Jövőre újabb segítséget kapnak a családok. Júliustól emelkedik a 6 hónapon átjáró csecsemőgondozási díj. Az érintettek összességében több mint egy havi fizetésnek megfelelő összeggel kapnak majd többet, mint eddig. Legkedvesebb családi fotóját mutatja Kollár Ágnes. 5 gyermeket nevelt fel, akik láttán még most is elérzékenyül. Volt elég sok nehéz pillanat az életünkben, és mindig számíthattunk így egymásra. Gyermekei közül többen dolgoznak már, de van, aki még egyetemre jár, így elkél az anyagi segítség. Ezért örül, hogy mint nagycsaládosnak egyetlen forint személyi jövedelemadót sem kell fizetnie. Ez egy nagyon pozitív dolog mindannyiunk számára. Nyilván egy pár cipő, az nem két fillérbe kerül felnőtt fiatalok számára, hogy akár egy családi vacsora, hogy összejövünk, az mindegyikre kicsit jobb lehetőségek vannak ezáltal. 44 ezeren vették már igénybe a januárban bevezetett kedvezményt. Számítások szerint ezzel csak nem 400 milliárd forintot spórolhattak, és spórolhatnak meg a több gyermekes szülők. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke az M1-nek azt mondta, a támogatás nem csak anyagi, hanem erkölcsi megbecsülés is. Amikor a gyerekek már kirepülnek, akkor is még az édesanyák sokszor aktívak a munkaerőpiacon, viszont akkor a családi adókedvezményt már nem lehet érvényesíteni, és hogyha egy átlagos bruttó jövedelemről beszélünk, akkor bizony ez akár 450-500 ezer forint megtakarítást is jelent éves szinten a családoknak, vagy hát ennyivel több marad náluk, amit ugyanúgy a gyerekeikre, a nagyobbakra, vagy akár már az unokákra is tudnak fordítani. A kedvezményt az az anyuka veheti igénybe, aki legalább 4 gyermeket nevel, és vérszerinti vagy örökbefogadó szülőként jogosult a családi pótlékra. Annak is jár a kedvezmény, aki már nem kap családi pótlékot, de korábban legalább 12 évig járt neki az ellátás. A kedvezmény értékhatár nélkül érvényesíthető az összevont adóalapba tartozó jövedelmekre. De nem ez az egyetlen kedvezmény a családoknak. Szőhy Gellért, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára azt mondta, összességében több mint egy havi fizetésnek megfelelő összeggel emelkedik a 6 hónapon át járó csecsemőgondozási díj. Ez a kormány számára egy olyan kiemelt intézkedés, amiért a magyar családokkal, amivel a magyar családokat támogatja, a magyar édesanyákat támogatja, hogy minél inkább a családokban lássa mindenki a jövőt, és a magyar családok minél boldogabban élhessenek Magyarországon. Emlékeztetett, a családok támogatása a járvány alatt is folytatódott. Példaként említette a gyermekétkeztetési programot, az ingyenes tankönyv ellátást és az otthonteremtési támogatást, amelyet ugyancsak egyre többen vesznek igénybe országszerte. Nehéz napok várnak az allergiásokra, a következő időszakban ugyanis folyamatosan emelkedik a parlagfű pollen koncentrációja a levegőben. Van, ahol extrém magas szintre is készülni kell, így az arra érzékenyek igen erős tünetekre számíthatnak. Szakértők azt javasolják, akinek nem muszáj, az inkább ne menjen a szabadba. Extrém magas a parlagfű pollenjének koncentrációja a levegőben az egész országban. Az allergiások nagyon nehezen vészelik át ezt az időszakot. Idén elég jól bírtam a ma reggelig, aztán volt egy elég csúnya rohamom, de még most egy kicsit átvészeltem egy másik fajta gyógyszerrel. Ilyenkor folyamatosan szenvednek a parlagfűre érzékenyek, tüsszögnek, alig kapnak levegőt, folyik az orruk, sőt enyhe fejfájás is jelentkezhet. Nincs a házi praktika az, hogy be kell zárkózni a lakásba, ugye egy nap egyszer szellőztetni, és akkor a klímát bekapcsoljuk, a klíma azért kiszűri a polleneket, és az használ. Most majd lassan ugye nem kell dolgoznom, ezt ugye meg tudom tenni napi sok órán keresztül, éjszaka meg pláne. A rendőrség már évek óta helikoptert is bevet a parlagfüves területek felderítésére. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gazdák többsége már odafigyel arra, hogy a területét gondozza, de így is sok a pollen a levegőben. A megkérdezett allergológus szerint országosan kellene összehangolni, így pedig hatékonyabbá tenni a védekezést. Gondolom, hogy ezt rizikó alapon kellene egy ilyen rendszert összeállítanunk, tehát ott, ahol a legtöbb parlagfű van, ott kezdeni az írtást, mert hát azért 50-100 km távolságra elmegy a szelek szárnyán.
gyetát, és akkor, amikor már a nagy mezőket már sikerült semlegesíteni, akkor gondolkodhatnánk azon, hogy a kisebb forrásokkal is foglalkozzunk. A tarlók beszántásával egyébként a gyomnövény elpusztítható, így megelőzhető a virágzása is. Aki nem írtja saját területén a parlagfüvet, az akár 500 000 forintos büntetést is kaphat. Több mint 110 kilométeres széllel és rengeteg esővel csapott le a Laura nevű trópusi vihar Puerto Rico délkeleti részére. Az országban sok helyen árodások pusztítanak, a vihar fákat döntött ki és villanyvezetékeket szakított el. Több ezer háztartás maradt áram nélkül. A Laura most a Dominikai Köztársaság felé tart. A hatóságok szerint ott helyenként akár 200 mm eső is eshet. Magyarországon átlagosan fél év alatt hullik ennyi csapadék.